Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá elsőként azt a gyűjtőívet, mely az összefogás által népszavazásra bocsátott két kérdésben a Fudan Egyetem magyarországi iskolájának építése és a munkanélküli járadék időbeni meghosszabbításának tárgyában kéri ki a lakosság véleményét. A Bátaszéki volt a kampány vidéki nyitó rendezvénye. Az eseményen részt vettek az ellenzék dél-dunántúli országgyűlési képviselőjelöltjei. A miniszterelnök jelölt szerint ez a térség a rendszerváltás egyik nagy vesztese. Talán Tolna kevésbé, én azt gondolom, Baranya mindenképpen közötte van ezeknek a területeknek, Békés, tehát itt a déli régióban, és hát sajnos sok más régió is, de különösen ezek a déli régiók, ezek nagyon komoly lemaradásban vannak, még a Magyarországhoz képest is. Bozsalik Róbert, az ellenzéki összefogás dél-dunántúli koordinátora azt mondta, a Fudan Egyetem és az egyetemi város ügye csak látszólag budapesti kérdés, hiszen a vidéki gyerekeknek is biztosítana majd a diákváros szállás lehetőségeket. A kormányzatnak az a szándéka, hogy nem egy olyan diákvárost épít, ami a magyar fiatalok jövője szempontjából fontos, megfelelő, olcsó, jó minőségi szállás lehetőséggel és minden olyan körülménnyel, ami a jövőbe fektetett lehetőségét biztosítaná számunkra, hanem egy kommunista ország egyetemét szeretné megvalósítani, és annak feltételrendszerét egy olyan országba, ami szakított a kommunizmussal. Márki-Zay Péter úgy vélte, a népszavazáshoz szükséges 200 000 aláírás rendelkezésre állhat majd.